A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Press start. Jó estét kívánok! Ez a Fehérvár Televízió sportos kibeszélő műsora, a Kezdőkör. Ma itt van velünk a stúdióban Farkas Szilárd kollégám, a Fehérvár Média Centrum szerkesztője. Juhász László önkormányzati képviselő, a Videóton Baráti Kör sportegyesület vezetője. Sziasztok. És Horog László sportújságíró kollégánk. És itt az elején szeretnék csak egy rövid, hát ilyen műfaji meghatározást mondani. Ez ugye egy beszélgetős, ha úgy tetszik, vélemény műsor. Mi itt nem hozunk nagy megfejtéseket, nyilván nem tudjuk minden részletnek, vagy minden történésnek a hátterét. Épp ezért, amit látunk, arról beszélgetünk és mondunk véleményt. Ha úgy tetszik, szurkolói szinten, persze remélhetőleg markánsan és mások számára is érdekesen, de ebből tényleg csak az a lényeg, hogy nyilván nem mi fogjuk megmondani, hogy hol és mi történjen azokban a sportágokban, klubokban, kluboknál, amelyek szóba kerülnek. De a szurkolói vélemény is lehet olyan, hogy azért jócskán nevezhetjük többnek egy egyszerű szurkolói véleménynél. Ebből indulunk ki a mai adásban, és természetesen a MOL Fehérvár, vagyis a Vidi kapcsán. Úgyhogy szeretném is, hogyha itt az elején meghallgatnánk egy úgymond szurkolói véleményt. Székesfehérvár polgármestere Facebook posztban fejtette ki hangsúlyozottan szurkolói véleményét a MOL Fehérvár gyenge szerepléséről, annak apropóján, hogy a csapat a bajnokságban és évek óta először kieső helyen áll a bajnoki táblázaton. Cserpalkovics András azt írja, ahogy a Vidi ügyekben mindig, most sem polgármesterként, hanem szurkolóként formálok véleményt, hiszen a város régóta nem tulajdonosa a klubnak, és pénzügyi támogatást sem ad a csapatnak. A polgármester ezután három pontban összegezte véleményét, melyek közül az elsőben, bár nem teszi felelőssé Huszti Szabolcsot a csapat pozíciójáért, az edzőváltás szükségessége mellett érvel. Most egy igazi pozitív motivációs erőre van szükség, egy olyan hiteles edzőre, aki befelé és kifelé is egyértelmű üzenet. A klub mindent megtesz a bennmaradásért, és küzdeni fog az utolsó pillanatig. Ebben az elkeserítő helyzetben Marko Nikolicsra vagy hasonló kaliberű edzőre van szükség. A döntés a tulajdonos joga, de egyben felelőssége is. A második pontban ismét Garancsi István tulajdonost említi, akinek szerinte el kell beszélgetnie a csapatával. Meg kell velük értetni a felelősségüket és azt, hogy ez már becsületbeli ügy. Ezt rajta kívül senki más nem tudja megtenni, hiszen ő a tulajdonos, írja a polgármester. Végül a harmadik pontban megint csak Garancsitól vár megnyilvánulást egy tulajdonosi nyilatkozat formájában, aminek következményekről és jövőbeni tervekről kell szólnia. Ez egy át nem ruházható vezetői felelősség a profi sport világában, jelenti ki Facebook posztja végén a polgármester, aki szerint a szurkolók ott lesznek a csapat mellett a következő hetekben is. Ahogy írja, remélem, hogy a szív, az elköteleződés és az akarat másoknál is ott van még. Hát azt gondolom, elég világos üzenetek vannak ebben, de először beszéljünk arról, hogy ti hogy látjátok. Nyilván, hogyha ezt a véleményt, hasonló gondolatokat megfogalmazva én írom le, vagy mondjuk akár Juhász László, aki önkormányzati képviselőként nálam nyilván súlyosabb közéleti személyisége Fehérvárnak, még akkor sem fut az országos médiában olyan nagyot, mint ez a bizonyos Facebook poszt tette. Tényleg az Indextől a 444-ig rengeteg helyen szemlézték, politikai oldalaktól szinte függetlenül, mert hát mégiscsak Cserpalkovics András fideszes politikus, Székesfehérvár polgármestere írta. Szóval azért azt valószínűleg leszögezhetjük, hogy bár tényleg hangsúlyozza a polgármester úr, hogy ez egy szurkolói vélemény, és valóban 40 éve jár a Vidi mérkőzéseire, azért nem ugyanaz, ha egy város polgármestere nyilvánul meg ebben az ügyben, ami persze azt is felvető, hogy valójában mennyire fehérvári csapat a Vidi, nem kérdés nyilván a szívünkben, meg lokálisan sem, de ugye ő maga is hangsúlyozza, hogy a város semmiféle módon jelen pillanatban nem részese a Videótonnak. Rám néz szerkesztő Zoli.
Hát igen, tehát azt gondolom, van fajsúlya, hiszen a magyar... De csak azért, mert el van kírva a pólódra. A magyar, ha neked is lehetne, majd szerzünk egyet. A magyar gazdaságban betöltött szerepét nézve is Székesfehérvár egy fajsúlyos város mindenképp, a sport tekintetében is fajsúlyos város, és hát ugye azért polgármester úr megnyilatkozásait előszeretettel veszi át az országos sajtó, még az ellenzék is, nem csak a kormánypárti. Úgyhogy én azt gondolom, valami lehet, hogy ez mögött már azért van tudatosság is, nem tudhatom, hiszen polgármester úr önállóan gondolkodik, önállóan nyilvánul meg. Én pont azt feszegetném, bocsánat, hogy a szabadba vágok, hogy ez a fajta tudatosság, ez nyilván létezik. Én nem gondolom, hogy amikor egy polgármester azon a portálon, vagy azon a felületen, ahol egyébként ő fajsúlyos közügyekben szokott megnyilatkozni, meg a város legfontosabb, tényleg mindenkit érintő kérdéseiben, ha ő ott megéri azt, hogy már pedig ez meg ez legyen, vagy eznek kellene szerintem történnie a Vidinél. Ezt akartam kihozni belőle, hogy önállóan, de valamit ő már valószínűleg lehet, hogy tud, vagy legalábbis egész jó információkkal rendelkezhet vele, hogy ilyen szinten ezt kimondja. Ugyanis, amit ugye leírt, hogy elmondott, az a szerintem senki nem tud vitatkozni, tehát ez egy pozitív kicsengése van. Is, ami érdekessége ebben mindenképp, hogy ugye ez egy fájdalmas pont, de ebben a pillanatban igaz pont, hogy ugye mint önkormányzatnak, mint Székesfehér megyei városnak, mint polgármesternek személy szerint, vagy közgyűlésen megtörtént döntések tekintetében ugye nincs közünk a sajnos a klub életéhez, tehát ez igaz. Ha viszont azt a részét nézem, hogy ő igen a kormánypárti politikusként van, és azért tényleg mindenki tudja Magyarország, hogy jelenleg azért a magyar labdarúgás az a politika segítsége nélkül nem menne ilyen pénzek, nem mennének bele. Ezért azt gondolom, hogy ez van egy pici olyan kettőség is ebbe a megnyilatkozásba, hogy oké, hogy kritizálom meg, hogy mi folyik itt a klubnál, de a másik oldalon meg azon az oldalon áll ő, ahol azért tudnak ebbe tenni, vagy beleszólnak ezekbe a dolgokba, és ezért is gondolom azt, hogy bár önállóan megnyilatkozik, és sokszor teszi ezt, viszont én szerintem ez valaminek az előszele már egyértelmű, tehát valami változásnak kell, hogy történjen. Én szerintem azt jelenti ez a polgármester megnyilatkozás, tehát itt már valami információnak kellett lennie. Hát ez érdekes kérdés, igen, hogy ez az én vélemény, mit tud a polgármester, Laci? Cserpakovics András bár nem influencer, tudja azt, amit közülünk nagyon kevesen, hogy egy városnyi követője van, pont 100 000, mint ami a lélekszám, és a legjobb platformot választotta a vélemények kinyilvánítására. Egyértelmű üzenni akart. Az látszik ebből a posztból, hogy nincs különösebben jó viszonyban a tulajdonossal. Tehát a kérdés az, hogy tulajdonosváltás kapcsán vannak esetleg információi, vagy azt szeretné előre mozdítani, illetőleg a szakmaiunk kapcsán teljesen nyilvánvaló megjegyzést tett, de várjuk a fejleményeket, mert egyelőre mindenki találgat, és szerintem még a következő lépést még a polgármester úr sem tudja, de az biztos, hogy ez markáns volt. Ugye sokszor felmerül a kérdés, jogosan a szurkolók részéről, bár nem mindig a megfelelő időpont van feltéve, az, hogy mi a terv a klub részéről. Szerintem ez most nagyon aktuális abból a szempontból is, hogy most már nem lehet azt mondani, hogy hát valószínűleg az a terv, ami mindig is volt, hogy hát most már az, hogy benn kell maradni, most már az, hogy a tabella elején kell végezni, most már az, hogy legyünk körülbelül harmadikok, és mindig minden sorozatban érjük el a legmagasabb szintet, ami kihozható a csapat keretében, stb. Itt tényleg most már valakinek, és nyilván itt a tulajdonosról van szó, ki kellene állni, vagy legalábbis kiadni egy nyilatkozatot, vagy valamilyen platformon megnyilvánulni, hogy tényleg mi a terve a csapatnak most, és nem azzal, hogy hol fogunk végezni, hanem mindezt kivel fogjuk megtenni, kikkel fogjuk megtenni. Az, amit Laci mondott, szerintem vitathatatlanul valóban benne van ebben a posztban, hogy Cserpakovics András sem feltétlenül ápol baráti viszonyt és közvetlen viszonyt Garancsi Istvánnal. Ugye nyilván ezt is, hát most aztán tényleg mondhatjuk, hogy ezt hogyan interpretálta például a sajtó, az már azért általában állásfoglalás vagy politikai oldaltól is függ. Olvastam én olyan címet is, hogy Fehérvár polgármestere beszólt Orbán Viktor haverjának, ami nyilván már egyfajta bulváros és kellően sarkított megfogalmazás, de tény és való, hogy Garancsi Istvánról, aki most már több mint 10 éve ugye a klub tulajdonosa, mindenki tudja, hogy hát a NER-en belül egy kitüntetett és kiemelt pozícióval rendelkező ember, a Videótól, illetve a MOL Fehérvár felemelkedése ettől korán sem független.
De talán ez az most, amit mindenki egy kicsit el tud rakni, vagy félre tud tenni, vagy éppen ennek alapján mondja azt, hogy de akkor hogy itt van ez a csapat, hogy ezt látjuk, miközben a másik kitüntetett csapat, a Vidivel nagyjából hasonló alapokról induló Ferencváros most már ugye rendszeres európai kupa résztvevő, jelenleg is 8 közé jutásért játszik egy európai kupában, és hát arról ne is beszéljünk, hogy 20 meg 30 pontokat ver lassan a Vidire a bajnokságban. Tehát az mégsem lehet elfelejteni, hogy ki ez a bizonyos tulajdonos, és akkor rátérve konkrétan arra, amit mond polgármester úr, három pontjában gyakorlatilag mindegyikben megemlíti a tulajdonost, az edzőváltás felelősségében is nyilván a kommunikációban, amibennek tükröznie kell, ugye akár tulajdonosi közlemény formájában, hogy itt igenis van szándék, van akarat és van következmény adott esetben egy rossz szereplésnek, és hát a felelősség, a becsületbeli ügy, amit szintén Garancsi kapcsán említ. Úgyhogy azért nagyon érdekelne a ti véleményetek, hogy ti hogy látjátok ebben most Garancsi István szerepét, egyáltalán lépéskényszerbe került-e ő ezzel. Bevallom, bár ahogy említettem, ez egy véleményműsor, voltak itt már ugye olyan klubvezetők, fehérvári sport szereplők, akiket azért hívtunk meg, hogy az ő területükről még avatottabban tudjanak beszélni. Ez gyakorlatilag reménytelen vállalkozás, ha mondjuk Garancsi Istvánt szeretnénk ide behívni. Volt egy próbálkozásom azért, de hát eléggé egyértelműen jelezték, hogy ő nem fog nyilatkozni, nem nekünk, nagyjából senkinek. Tehát úgy tűnik, hogy van egy ilyen érdekes helyzet, hogy egy tulajdonos, akitől mindenki vár valamit, senki nem tudja, hogy valójában mit akar. Garancsi István kapcsán azért annyit el kell mondanunk, hogy eljátszottam többször gondolattal, ő nyilván nem fehérvári. Hogy van-e olyan fehérvári tulajdonos, vagy lett volna az elmúlt 10 évben, aki ebben magasságban emelő klubot? Nem lett volna. Az önkormányzat tette volna bele a pénzt, hiszen emlékszünk olyan időszakokra, hogy 500 milliót is adott még 10 évvel ezelőtt, ami ahhoz volt elég, hogy ez a csapat az első és a másodosztály között pendizett, döntően benn maradt, de Garancsi István alatt azért Stamford Bridge-en voltunk, Athénben, Olimpiai Stadionban nyertünk, Malmöbe, tehát kaptunk olyan élményeket, ami 20 éve lehetetlennek tetszett. Az más kérdés, hogy üzletember ideje, talán kedve sincs ezzel foglalkozni. Itt én mondtam is, hogy talán a közvetlen szakmai kör, ami alá dolgozik, ott érzek ilyen problémákat. Tehát tulajdonképpen, ha ő nem lenne, akkor lennénk egy 1,5 milliárdból működő egyesület, körülbelül a nyolcadából, mint ami jelenleg van. Tehát az anyagi részét ő biztosítja, tehát ami a feladata, az rendben van. Itt tök szakmai munka kéne különböző szinteken, és én ebben látom az igazi problémát. És hát abban, hogy ezt a szakmai munkát elvileg hát ő rendeli meg, ahogy ugye a mondás szokta mondani, hogy aki a pénzt fizeti, az rendeli a zenét, de a döntést, hogy kinek a kezébe teszi a szakmai munkát, az alapvetően ugyanúgy tulajdonosi, mint amit most várnak tőle, hogy edző fronton jelezzen valamit. Hát én is azt mondanám, hogy sőt, Garancsi Istvánt idézem, szerintem egy évtized ezelőtt mondhatta kb., hogy úgy kell működni egy labdarúgóklubnak, szerintem, mint egy vállalatnak, amivel részben egyet tudok érteni, de azért ez mégis más egy sport, hiszen azért maga a felépítés rendszerén persze olyan precíznek kell lenni akár, de azért itt azért sok mindentől függ. Most idehozva, hogy a tulajdonosnak meg kell jelenni, vagy nem kell megjelenni. Persze, hogy örülne, mindannyian örülnénk, hogyha hallanánk az ő iránymutatását. Ha jól működnek a dolgok, senki nem foglalkozna ezzel egyszer. Ez egyszer így van. A másik pedig, hogyha már vállalati struktúrát mondjuk egy fehérvári McDonald's üzemeltetőnek, fogalma sincs, hogy ki a McDonald's tulajdonosa például. Hát fogalma nincsen. Tehát, hogy nem ezen múlna, de viszont ahogy a Laci is mondta az előbb, hogy az a piramis rendszer, az a szakmaiság, tehát van egy hiteles ember alatta, aki viszi az ügyeket, és akiben megbízunk, és akinek a közönség is hitelt ad a szavainak, és ő elmondja, mi a struktúra, akkor az jó lenne, hogy nincs ilyen. Tehát nincs senki, se tulajdonos, se helyette. Tehát ez a legnagyobb fájdalom a szurkolók tekintetében, de maximális egyetértek a Lacival, hogy ugye nekem is volt Garancsi úrral azért feszültségem, ezt azért nem vitatjuk egy 2018-as névváltás után, de túl vagyunk rajta, elmúlt. De az érdeleit nem szabad elvitatni. Tehát azért tökéletesen egyetértek Lacival ezzel is, és erről is beszéltünk már korábban is, hogy ez a klub a legnagyobb sikereit ebbe az érába ért el. De ez nem jelenti azt, hogy most, amikor így megyünk a mélypont fele, akkor miért nincs aki megszólal, akinek ebbe tisztsége lesz, ez és mond valami irányt. Senki, most történelmileg senki nem vitatja, hogy a fehérvári futball történelem legsikeresebb évtizedét éltük meg. Ez oké, ez a múlt. Egyébként
nem tudom, 1998-ban, amikor először játszott, körülbelül osztályozott a csapat, sem mondta senki, hogy old, de mi játszottunk UEFA kupa döntőt is, mert nem az érdekelte akkor az embereket, hanem az, hogy szar van a palacsintában, már bocsánat, hogy ilyen vulgárisan mondom. Jelen pillanatban szerintem mindenki azt várja, hogy valóban ez a tulajdonos, aki bizonyította, hogy föl tud építeni egy sikeres klubot is, tegyen lépéseket, hogy ezzel az útra visszatérjen a Fehérvár, hiszen mondom én, az égvilágon semmi nem indokolja, hogy itt tartson a csapat. 1985-ben egy óriás szocialista vállalat állt a klub mögött, UEFA kupa döntőt lehetett játszani, meg a bajnokságban rendre éremért küzdeni. Amikor elmúlt ez az időszak, és jött a rendszerváltás, akkor mindenki tudta, hogy történelmileg, gazdaságilag egy sokkal nehezebb időszak van. De most a 10 évvel ezelőttihez képest nincs nehezebb időszak. Garancsi István ugyanúgy a tulajdonos, ugyanúgy rendelkezik a klub működtetéséhez szükséges forrásokkal, tehát akkor miért vagyunk ennyire nagy slamasztikában ahhoz képest, hogy 5 éve Chelsea-vel játszottunk az Európa Ligában. És én itt várom igazából, hogy megfejtődjön egyszer már ez, hogy hol kezdődött és mivel ez a zuhanás. Hát az, hogy játékosokat cserélnek egy csapatnál, olykor edzőket cserélnek, ez mindenhol megtörténik, de itt például sportigazgató is már 3 volt csak az elmúlt, vagy 4 az elmúlt 10 évben. Hát azt ugye látni kell, hogy most az eredmények azt mutatják, hogy lépni kell valamit, tehát ezt mindenki látja, hogy de gyakorlatilag ez a bizonyítvány most egyes. Tehát ugye azt mondtuk, hogy én is azt mondtam, amikor ugye meg is kérdezted a jó néhány adással ezelőtt, hogy mondjatok 3 dolgot, ami nem fog megtörténni a Vidivel, és valahogy nagy nehezen összeszedtük, én akkor azt mondtam, hogy a Vidi nem fog kieső helyen állni. Bukta. Viszont egyes leülhetsz, igen. Egyes leülhetsz, és aki ezt elkövette, vagy akik ezt elkövették, szerintem azokat is le kell ültetni, mert azt nem lehet, hogy jó van ez a dolgozat, most egyes lett, meg az előző is, az előtti talán 2-es lett, mondjuk egy döntetlen, ha így nevezünk, de ez folyamatosan egyes. Tehát itt nem lehet jó bizonyítványt felmutatni évvégére, itt maximum a 2-esért megyünk, tényleg itt már az van. Eszembe jutott éppen az, ha már itt a tanulmányoknál tartunk, hogy volt annak idején, és nem tudom, hogy megvan egy olyan oldal, hogy együttbukunk.hu. Oda a puskákat töltötték fel a középiskolai, inkább a középiskolai, nem is általános iskolai feladatokhoz a különböző emberkék, hogy legalább onnan valahogy a 2-est össze lehessen kapirgálni, és ugye azt most látni kell, hogy a játékosok teljesítménye nincs meg a pályán ahhoz, hogy görbüljön az 1-es. Az edző nem tudja azt a teljesítményt átvinni a csapathoz, ami ahhoz kell, hogy 2-esek legyünk, csak éppen azt ne felejtsük el, hogy a Vidén nem a 2-esért megyünk, hanem legalább a 4-esért mondjuk, ami ugye a felső hátba, sőt az első 3 hely valamelyikén, de akár az első 2. Igen, ha onnan nézzük, igen, talán még az első 2-t, illetve a másodikért mindenképpen el kéne érni, és ezt a vezetőedző nem tudja megtenni. A sportigazgatónak, hogy mennyi beleszólása van, ugye erről mindig vitatkozunk, hogy vajon ennyi, vagy vajon annyi. Itt tényleg a tulajdonosnak kell most azonnal, vagy hát most a napokban megmondani azt, hogy mi legyen, és megint visszatérve arra, hogy itt már tényleg annak kell következnie, hogy tényleg merre megyünk, hol tartunk, és mi fog következni. Hát az iskolai példánál maradva nyilván nem az igazgató felelőssége az, hogyha Pistike hülye és megbukik matekból a valamelyik C-osztályban, mert az iskolai igazgatónak nem az a dolga, hogy minden gyerek okos legyen, azért vannak a pedagógusok, a szaktanárok, és azért van a családi háttér, az iskolához intézményi kereteket és feltételeket biztosít. Még egyszer mondom, és biztos, hogy van ebben véleményetek, hogy hol, mert ebből a polgármesteri posztból, ami a mai műsorunk alapja kiindulva, ő is, mint szurkoló, nyilván hangsúllyal rendelkező szurkoló, úgy érzi, hogy a tulajdonosnak nagyon komoly felelőssége van. A kérdés, hogy ő, Garancsi István valójában mit tehet, mi az, ami szerintetek most mindenképpen meg kellene tenni. Benne van-e az, hogy valóban ki kell állnia a nyilvánosság elé, valóban nyilatkoznia már valamit, mert tényleg legendásan Kalambó felesége szerepét játszik ő, mindenki tudja, hogy van valahol, meg mindenki beszél róla, de látni szinte sosem látjuk, meg halljuk. Tehát mi az, amit neki most mindenképpen meg kellene tennie ebben a helyzetben, attól függetlenül, hogy nyilván a gólokat nem neki kell lőnie a pályán? Úgy gondolom, hogy rövidesen bejelentik az edzőváltást, és egy olyan névvel állnak elő, amely megnyugtatja a drukkereket. Hajdú Pistének volt annak idején egy évre ezelőtti zseniális mondata, kicsit visszakapcsolódva, hogy a Vidi kispadot mutatta a tévé, és mondta, hogy itt van a munkamegosztás, hogy Juhász Roland foglalkozik a védőkkel, Szabics Imre a csatárokkal, Torgele Sándor pedig a bírókkal. Tehát tulajdonképpen, és aztán utána változás történt, Szabics ment, Juhász Roland MB3 utána
ide került Fehérvárra, tehát egy tüneményes ember, és mindig megvédem, mert egy nagyszerű futbolista volt, és egy kiváló ember, és szerintem jó sportigazgató lesz. De ez egy túlzott kihívás, tehát úgy gondolom, hogy a szakmát Husztinak nem feltétlenül itt kell megtanulnia, neki a sportvezetést, tehát hirtelen ez egy nagyon nagy ugrás, és túl nagy a tét, és ahhoz ez egy túl nagy klub, és túl komoly eredménykényszer van. Mint ahogy annak idén még egy sajtótájékoztató volt a Jégkorongozóknál, és Mihály Árpád, aki most a Brassó klub igazgatója, kérdezték Kocskai Gábort, hogy várhatom még erősítés. És mondja, hogy még egy emberre várunk, ő pedig Mihály Árpád, aki most egy KHL klubnál kaszkadőrködik, éppen próbál szerződést szerezni, a világsztár Daciuk elmondása szerint nagyon jó barátja, és ő próbálta bedumálni. És mondta Kocskai, hogy nagy valószínűséggel ott nem kap szerződést, de én is megpróbálnám a helyébe. Mint ahogy, ha engem hívna a Los Angeles Kings GM-nek, biztos, hogy nem engem választalálnak, de alig, hanem megpróbálnám. Tehát Roli részéről is ezt a feladatot el kellett vállalni, csak az idő most a néhány hónap azt igazolja, hogy lehet, hogy ez még túl nagy kihívás. Most pillanatnyilag szerintem itt tartunk. És akkor ott tartunk, hogy van egy edző, akinek jelenleg valószínűleg megfelelő tapasztalat hiány túl nagy kihívás. Az, hogy ilyen célokért küzdjön, elvileg az is látszik, hogy bent tartsa a Vidit. Van egy klubigazgató, aki szintén tanulja ezt a szakmát, és hát felmerül, hogy így viszont bármennyire is adott a háttér, bármennyire is van pénz, paripa, fegyver, a szakma szenved olyan csorbát, mert azért, amikor utoljára eredmény volt, akkor ugye Kovács Zoltán személyében egy olyan sportigazgató volt, akinek több éves rutinja volt ebben a szakmában, és Marko Nikolić személyében egy nemzetközi tapasztalattal rendelkező külföldi bajnokságot nyerő vezetőedző. Vajon miért és hol gondolta bárki azt, hogy erről az útról afelé kell elindulni, tehát a kikövezett reflektorral megvilágított útról bemenni a dzsuvába, hogy majd ott mi vágunk magunknak egy másikat, amiből most már úgy látszik, hogy nem tudunk kikeveredni. Hát véhetőleg különben Kovács Zoltán sportigazgató ugye megtalálta a közös hangot a tulajdonossal. Tehát azért ez jelen esetünkben most az azóta eltölt időszakot nézve nem véletlen a rutinja mellett, akárhogy is nem szerettük a lila szívét, de megtalálta a közös hangot. De az tény, hogy most már az országos sajtó szinte tényként kezeli a tegnap meg a mai nap folyamán, hogy bejelentik az edzőváltást, lehet, hogy mire az adás megy, addigra már tényleg meg is történik. Valaminek amúgy történik kell, mert az a baj, hogy most a szurkolói lélektan nézem, meg azt, amit látok a közösség portál, meg azt a pszichés hatását, ami van. Olyan szinten vannak az emberek most ugye elkesedve, hogy nem hogy hetekre, hónapokra, vagy valakit akár évre, vagy évekre is el tud fordítani a stadiontól. Jó, nem az az igazi izigvérig szurkoló, de így nem lesz néző a stadionba. Hát egy borzasztóan jó példa rá, hogy milyen szinten van a szurkolói morál, vagy a nézői, mert most ki a szurkoló, meg a nézőit azért tudnék ezen vitatkozni, akkor lehet, hogy itt most nézőt mondanék. Ha hiába a 40 éve mondjuk a mérkőzésem, kirakom a Vasas elleni mérkőzésen, csak simán komment nélkül kirakom, hogy 2-1. Kirakom a klubba, amit kirakott posztot, hogy 2-1-re nyertünk. És akkor alatta a komment, hogy most ennek kell örülni. Szóval ilyen szinten, hát szerintem minden győzelemnek örülni kell, főleg a mi helyzetünkben, ami most van, pláne örülni kell. Tehát, hogy olyan szintű most ez a pszichológiai hatás a fejekbe, az emberekbe, hogy ami szerintem borzasztó, és távol fogja őket tartani a stadiontól is. És az a baj, hogy nem egy meccsre vagy két meccsre, hanem rakódik, ahogy az előbb mondtuk, évek óta ülepedett, és ez egyszer csak kitör, és azt mondja, hogy na jó, akkor elegem van, most jó darabig nem fogok arra felemenni. És nagyon lerombol. A mémet akarod mutatni? Nem a mémet, hanem most az, hogy mi rombol le mit. Nem tudom, meg tudjuk-e mutatni ezt a kis táblázatot, amit kikerestem. Ugye ez március 1-én fotóztam ezt a kis táblázatot. Azt szerepel benne, szerintem most tartsad a kamera felé. Azt de az arcod elhomályosítja. Hogy a fehérvári edzők első 10 mérkőzése, ugye itt Huszti-Toldi páros és az előtte lévő három edzőknek a mutatói vannak, felolvasnám gyorsan, mert nem hosszú. Huszti-Toldi mérkőzés szám 10.10, Mihály Boris mérkőzés 10.14, Szabics Imre mérkőzés 10.21, Márton Gábor 10 mérkőzésen 19 pontot szerzett a Vidivel. Tehát ez azt jelenti, hogy Huszti-Toldi páros a legrosszabb, utána jön Mihály Boris, aztán Márton Gábor és Szabics Imre volt a legjobb az első 10 mérkőzésen. Ezek az edzők voltak ugye Marko Nikolić óta a kispadon, és én még Márton Gábort is azok közé sorolom, akik egyébként nagyon kevés olyan edzői rutina rendelkeztek, ami egy ilyen szintű feladat megoldásához, ahol nemzetközi mezőnybe vágyó, sőt ott csoportkörbe vágyó klub vezetését igénylik. És mondom még egyszer számomra, de akkor biztos mi nem fogjuk tudni ezt megválaszolni. Tehát most, ha jelen pillanatban a Ferencváros, amelyik most már nem tudom hányszoros zsinórban bajnok,
játszott a Bajnokok Ligájában, rendszeresen bekerül az Európa Liga csoport körébe, most már tavaszi kieséses szakaszban játszik. Csak most hirtelen azt mondaná Kubatov Gábor, hogy hát ez nagyon jó, akkor most Hajnal Tamás helyett szerezzünk gyorsan egy olyan sportigazgatót, aki egyébként tök jó, mert Fradi szíve van, meg aranyos, meg minden, és szeretjük, de egyébként soha nem vezetett klubot, és cseréljük le az edzőnket mondjuk Márton Gáborra. Ezt bárki józan ésszel meg tudná magyarázni a sikerek közepén? Ugye Márko Nikol is tegyük hozzá, ugye felmentették, mikor egy Puskás Akadémia elleni vereség után, mert a Európa Ligás csoportkör követő bajnokságban nem úgy szerepelt a csapat. Tehát oké, van ilyen, hogy edzőt cserélünk, még akkor is, ha sikeres volt korábban. De én ezt a fajta koncepcióváltást, ami azóta van a Vidinél, nulla kilométeres edzők, tapasztalatlan vezetők, és akkor közben csodálkozunk, hogy minden adott feltétel ellenére egyre lejjebb megy a csapat, amelyik itt volt fent, magyar bajnokként, Európai Liga résztvevőként, és most azért remegünk, hogy jövőre ne, nem tudom én, a Csákvárral meg a Kozár Mislennyel kelljen játszani, bocsánat az érintett kis csapatoktól. Tehát én ezt a koncepcióváltást egyszerűen nem tudom épésszel megmagyarázni. Hát ugye most éppen arról beszélünk, hogy itt az edzőkkel kapcsolatban kiket és miért hívnak. Tehát tényleg felmerül az a kérdés, hogy mire lehet számítani, miért nem egy olyan edzőt hívtak, aki a sikerek útján kezdi el folytatni azt a munkát, amit az elődje megkezdett. Ugye folyamatosan azt halljuk az előző edzőktől, illetve amikor idejön az edző, folyamatosan azt halljuk, hogy most még építkezünk. De miből? De éppen ez az, amit te mondtál, hogy csak lefelé építkezett eddig mindenki, mert hogyha építkeztek volna, az ugye felfelé vezető utat jelentett volna, de nem azt jelent, viszont nem azt jelentette, viszont tényleg ez a butaság úgymond, hogy mindig azért, vagyis attól várjuk az eredményt, hogy építkezünk, és nem jön. Tehát ez nagyon, nagyon butaság ez, hogy építkezni kell. Hát nem kell építkezni, hanem csak folytatni a megkezdett munkát, viszont ez nem megy. Hát legalább nem rombolni, és nyilván itt bejönnek azért egyéni szíves dolgok is. Tehát ugyanaz a játékos, aki valóban mondjuk a Chelsea ellen készült, és utána most azt éli meg néhány évvel idősebben, hogy a kiesés ellen harcol, biztos felmerül, hogy a motiváció, a játékkedv, a lelkesedés ugyanolyan-e, vagy hogy egy edzőbe hogy tud kijönni. De akkor beszéljünk erről az edzőkérdésről, mert ez is visszatérő, és itt is már sokat fejtegettük, és most ugye a polgármester is erre céloz a posztjában, plusz hát jönnek a hírek valóban, most ugye az adás nap délelőttjén veszük fel ezt a felvételt, az is lehet, hogy estére valóban jön valami hivatalos információ. Először függetlenül a személyektől, hogy látjátok, egyáltalán egy edzőváltás mennyire kockázatos lépés ebben a pillanatban? Én úgy gondolom, hogy most már elkerülhetetlen. Itt a kérdés mindig az, hogy találsz olyan embert. Magyar edzőt kizárt, hogy szerződtetnének, nem is nagyon van a piacon olyan. Én már semmit nem merek kizárni az elmúlt évek után. De. Nem gondolnám. Márko Nikolić kapcsán észszerű lenne a visszahívása. De miután innen felállították, nem sokkal később megérkezett az AEK Athén ajánlata, amely egy 7-8 hónapos szerződés plusz egy éves bónusszal, úgyhogy kiviszi a nemzetközi kupába az akkor középcsapattás ügyedő AEK Athént. És ő erre azt mondta, hogy nem, ő nem köt ilyen szerződést, ő több évre gondolkodik. Jött a Lokomotív Moszkva, orosz kupát nyert, kivitte őket a nemzetközi porondra, a BL-ben nem szerepeltek rosszul, és a hírek szerint ő egy top 5-ös bajnokság ajánlatára vár, és egy klubban állítólag megegyezett. Mondták is a klub nevét, nem tudom, hogy igaz-e vagy sem minden esetre. Én nem gondolnám, hogy ő néhány hónapra ezt elvállalja. És azért vele kapcsolatban tudni kell, hogy azért akkor a 2017-18-as szezon után néztem, 8 korábbi jugoszláv tagállamnak a labdarúgója volt az öltözőben. Tehát voltak macedónok, voltak szervek és voltak bosnyákok. Ő biztos, hogy nyilván megerősíteni a pozícióját, úgy tárgyalna még, hogyha el is vállalja, hogy nyártól teljes átalakulású sportigazgató, nyilván lenne tépje mondjuk Tankó Lazovics, tehát úgy gondolom, feltételeket szabna. Már a jelenben is szabna, amit nagy valószínűséggel nem fogadnának el, hiszen most átalakítani mindent nem lehet, azonnali bennmaradás a cél. Egy másik edző, Torsten Fink, aki elhangzott, ő semmiféle előtanulmánnyal nem rendelkezik a magyar labdarúgás kapcsán. Tehát óriási rizikófaktor ő is. Tehát azt mondom, hogy dobálunk neveket, elképzelünk dolgokat, csak nagyon nehéz, de azért nehéz, mert a vonal alatt vagyunk, és itt már minden pillanat döntő, és a kérdés az, hogy megtaláljuk-e azt a megfelelő embert, és az az ember, akit mi kigondolunk, szeretne itt dolgozni. És ez itt a nagyon nagy kérdés.
Én is mindenképp kockázatosnak is tartom, de hát senkinek nem kell meglepődnie. Tehát benne lett a pakli, vagy a két, és azt mondtam, hogy nem tudom, hogy majd megoldás lesz azon belül, hogy most egyetértek azzal a játékkal, amit látok a csapattól, de az előbb felsoroltak alapján is az elmúlt négy edző tekintetében, hát a közönségnek már teri volt a hócipője a Szabicssal, a Bárt, ezt képest meg lehet nézni, hogy dupla olyan eredményt hozott például egy Szabics. Tehát, hogy én azt mondom, ez a kapkodás, az előbb azt a vállalati struktúrát hoztam, akkor megint lehozhatom, hogy ha már McDonald's példát hoztam, hogy más egy kicsit a labdarúgási télő embereknek a, és azok a szerepének a változásáról, azt mondjuk nem gépekről. Most egy McDonald's-ba ki lehet cserélni mondjuk az étterem tulajdonost, utána jöhet egy másik, de a technika, az eljárás, a szendvics készítés, a standard, az mindig ugyanaz fog lenni. Hát a vezér más lesz. Tehát persze. Az, hogy az a piramisrendszer, amit beszélünk, hogy az a szakmai vezérkar, ami ugye a Fradinál, ha megint azt hoztuk elő, ugye stabil évek óta az a két-három szakmai vezető, és az biztosan kézben van, ott például sokkal könnyebb lenne ott is egy embert akár kicserélni, vagy alattuk valakit, mert a rendszer úgy néz ki, hogy működőképes, jó a modell. Nálunk úgy néz ki, hogy nem működik a rendszer, nem jó a modell. De az is érdekesség, hogy a labda gömbölyű, hogy most az előbb poénból mondtam, de a valóság is igaz, ha jól tudom, azt mondom, pont 10 pontra vagyunk a harmadik ejtő, tehát most irreális, hogy nem arról mondom, hogy most nekünk arra van esélyünk, csak hogy tényleg abban a három pontos rendszerben, hogy a labda gömbölyű, és megnéztem, hogy a hazai tabellát lesz, ha csak a hazai tabellát néznénk, akkor és az első, a hazai tabellát nézzük, akkor az ötödik helyen lenne a Vidi, ugye? Úgy, hogy öt győzelmünk volt, öt döntetlenünk, és egy vereségünk ebbe a bajnokságba, az idegenbeli mérlegünk valami gyalázat. Tehát valami oka van, és még azt is még rákattintottam, ugye meg lehet könnyen nézni egy gomnyomással, hogyha a hazai és az első félidei tabellát nézem, akkor a harmadikak vagyunk. Tehát én ebből egy picit szakmailag is azt olvasom ki, most edző ide vagy oda, hiszen a bajnokság elején más volt is az összesített, hogy az a lelki defekt, ahol most vagyunk, ha például a hazai meccseknek az öt döntetlennyit nézem, hát most gondolj bele, csak hárommal többet mondjuk behúzunk a mi irányunkba, de halnak nincs értelme, tudom. Ebben már rengeteg a hal, igen, de sok a hal, de az, hogy ez a labda a gömbölyű, és gyakorlatilag olyan morális helyzetben vagyunk, hogy mindegy volt kirít az edző lassan, tényleg, hogy valahogy az egész rendszerbe kéne úgy belenyúlni, és jó lehet akár Juhászról is, de egyetértek azzal, hogy az a szakmai tapasztalata, mint egy klubvezető, az még nincs meg, hogy nálunk fogja megszerezni, vagy nem, az más kérdés, de hogy valaminek történni kell, az egész biztos. Bocsánat, még csak annyi, hogy a képlet az szerintem körülbelül annyira egyszerű, mint amennyire bonyolult, mert most egy olyan edző kell, akinek már van tapasztalata abban, hogy tartson be egy kieső helyen lévő csapatot a bajnokságban. Most ugye nem MB2-ről beszélek, hanem MB1-ről, mert ugye hallottunk itt már, sőt, már jelenlévő edzőkre is fel lehet ugye sorolni, hogy feljutatott, stb. De most nem, egy olyan edző kell, aki nem egyszer, hanem akár kétszer, vagy többször is megcsinálta azt, sőt, ez a specialitása, hogy csapatot tartson bent. De ezt az embert meg kell találni, és meg kell adni neki minden feltételt, ami ehhez kell, ami viszont nagyon nehéz. Olykor maga az edzőváltás elhozza a kívánt hatást, hiszen tényleg nem tudni, hogy egy játékos hogyan viszonyul az éppen meglévő szakmai stábhoz. Van, aki jobban elkezd azonnal hajtani, van, aki felszabadul. Tavaly ugye Mihály Boris lett ilyen szempontból szerződtetve, akire szintén nem mondhatjuk, hogy óriási rutinja volt csapatok bentartásában, mert ő sem volt ilyen edző. De ez a változás ahhoz éppen elég volt, hogy kicsit stabilizálódjon a csapat játéka. Aztán ugye kiderült, hogy hosszú távon ő sem megoldás. Nagyon nehéz mit mondani, mert volt már ugye edzőváltás ebben a szezonban. Amikor egy klub egy éven belül, vagy egy idényen belül kétszer is edzőt cserél, az tényleg nagyon ritkán, az már tényleg a veszett fejsze nyele általában. Viszont ha nem jól cserélt először, akkor lehet, hogy be kell látni. Tehát amit mondasz, Laci, hogy persze itthon milyen jó, szerintem itthon se jó. Tehát az, hogy egy MOL-Fehérvárnak a saját stadionjában nincs több győzelme, mint döntetlenje meg veresége, az nem jó hazai mérleg. Az idegenbelit azt hagyjuk is, mert az úgy szégyen teljes, ahogy van. Tehát tényleg eljátsszuk a, nem tudom, a bivajbasznádot, mint hogyha kisorsolták volna a magyar kupában neki a Fradit. Hogy már a város táblánál elveszíti a mérkőzést, ez mindenhez méltatlan szerintem, de Solston se jó, és nem azért csak, mert nem nyer, hanem mert a játék sem olyan, tehát láttuk, hogy még a győztes meccsen is, hát itt szörnyűködtünk a múlt héten, hogy nem volt jó a játék, ez már nyilván azért persze lelki okokra is visszavezethető. Természetesen nem jó.
Tehát természetesen nem jó, én se azt mondom, csak azt mondom, hogy ha keresik az okokat, mert most az edzőből kanyarodtunk egy kicsit erre, hogy tehát azt a mentális dolgot, hogy fejbe, hogy hazai pályán még valahogy itt vagyunk, mert hogyha lezanzásítom, leszedem, akkor az ötödik hely mondana valamit. Az első fél idő tabella szerinti harmadik hely hazai pályán, tehát hogy valamit mondana, tehát hogy beleülünk egy meccsbe, valamit mi, mint hogyha fejbe vagy koncentrációba úgy elcsúsznánk, és akkor ez mellé kell rakni a tragikus. Tehát nem jónak mondom, hanem ha az okokat keressük, hogy ha egy edző is érkezik, ez edző rázza föl, akkor vajon mi az megoldás, merre kell indulnunk, mert valahogy elkezdődünk jól a hazai pályán is ilyen értelemben, de azt a kis pluszt, és ezzel mondta az öt döntetlent, amikor ugye átbillenik, és az ötből lehetne akár öt vereség is persze, de öt győzelem is, tehát hogy az a kis lelki plusz nagyon-nagyon-nagyon hiányzik, és lehet, hogy ezt egy edző meg tudja hozni, ezt a lelki pluszt. Vagy az edzőváltás, maga a váltás, igen. Na jó, hát mindjárt lezárjuk ezt a témát, nem mondom, hogy jósoljunk, mert Szilárdnak az nem megy, azt már láttuk az eddigiekből. Csak neki. Szerintetek, tehát most tényleg, most mikor felveszük ezt az adást, akkor ugye kedd délelőtt lassan dél van, nem tudom, hogy estére vagy a hétre mit jósoltok, lesz-e edzőváltás? Úgy gondolom, hogy lesz, és én úgy gondolom, hogy külföldi. Jó esélye benne van. Uh-huh. Én azt látom Husztinál, hogy sajnos a vidiszív, amit hozott, az nem volt elég, és a képlet is azt mutatja, hogy ez így nem jó, nem járható út, úgyhogy lesz. És akkor még egy kérdés, hogy visszatérve ahhoz, amit Cserpakovics András az adás elején citált posztjában legalább háromszor megemlít, hogy Garancsi István fog-e szerintetek bármilyen módon nyilvánosság elé lépni, vagy megszólalni abban, hogy mi történik most, vagy mi fog történni a Fehérvárnál? Biztos, hogy nem fog, és úgy gondolom, hogy nem is az ő dolga. Egy érdekes helyzet, tehát András azért leírta, hogy szurkolóként teszi, és a futball hatalmáról néhány mondatot még, hiszen amikor a női kézilabdázók sokáig nemzetközi kupás 4., 5., 6. helyen voltak, és aztán középcsapattá szelidültek, most már biztos bennmaradóvá, az anyagi lehetőségek mentén az abszolút rendben van, most idén kimondottan jól teljesítenek, a kosarasok 2017-es bajnoki cím után a 11. lettek, a hokisok 4-szer egymás után elvesztették a Magyar Kupa döntőjét, de ilyen poszt azért a polgármester úrtól nem volt. Itt az aggódás a Videótonért, és valószínűleg ebbe benne lehetett, amiről beszéltünk, a konfliktussal, a tulajdonossal. Hát az én vitatkoznék, a második felével a mondandódnak teljesen egyetértek, nyilván a futball az külön kávéház, és ezt mindig tudjuk újságíróként is. Azzal nem értek egyet, hogy ne lenne Garancs Istvánnak felelőssége most nyilatkozni, vagy tenni legalább egy gesztust a szurkolók felé, vagy azok felé, akik még tényleg aggódnak a csapatért, és biztosítani őket arról, hogy igenis érdekelt, és mindent megtesz. Sokan ugye ezt is megkérdőjelezik, és ez abszolút nem az én véleményem, csak a fellelhető vagy hallható hangokat, hogy egyáltalán érdekli-e őt még a csapat. Hát szerintem sem fog feltétlenül megnyilatkozni ebbe az időszakba. Az más kérdés, hogy a nyár folyamáig a jövő évi célok kitűzésébe, ugye itt mindenhol emlegetik, ez a 2018-as híres mondat, a szintet lépés jön. Ez talán Hernádi Zsolttól származott egyébként. Igen, csak ugye az emberek ide azóta ide kalibrálják a Videótont, ide rakják a csapatot, és azt gondolom, hogy tényleg azzal kéne egyenesen vagy tisztán beszélni, és mindenki elfogadná azt, és hogy most tényleg a dobogó a cél, vagy a bajnoki cím, vagy a dobogó, most vicces a bajnoki címet kimondani sajnos ebben a pillanatban, de célja a dobogó akár, vagy a nemzetközi kupa, vagy pedig azt mondjuk, hogy a következő időszakban most egy kicsit szerényebbek leszünk, és akkor egy jó középcsapat leszünk, mert azt is inkább elfogadja az ember, mint hogy vár valamit nagyon, és ahhoz képest meg nagyon alul teljesített állapot vagyunk. Szerintem ez a legrosszabb kohézió jelenleg az emberek fejében. Ugye azt mondtam, hogy a mi a terv kérdéssel kapcsolatban kell most választ kapnunk. De Garancsinak szerintem nem kell gyakorlatban megnyilatkoznia, de valamilyen intézkedést hozni kell, és ez meg is kell, hogy látszódjon ugye az edzőváltás kapcsán, mert abból ki lehet olvasni, hogy mi a terv, hát nem az, ami eddig volt, az biztos nem jó, még egyszer mondom, másfelé kell elindulni, és valaki mással fölfelé. Hát meglátjuk, ahogy mondtam, mi nem megfejtéseket kínálunk meg, hát ez túl nagy rejtvény is, azt hiszem mindenkinek, még annak is, aki tényleg sokat foglalkozik a futballal. Viszont amit Orog Laci mondott, hogy a foci mindenek feletti ereje és minden mással szemben elsöprő érdeklődés, ami kíséri, arra jó példa az is, hogy most körülbelül 6 percünk maradt az adásból, és ennyi jut arra, ami nem futball.
Hosszú volt a bejátszó egyébként, sokkal jobban tette az adást tulajdonképpen, és aztán mondtam, hogy annyira megyünk előre, hogy jönnek majd az élő bejelentkezések az új Camp Nou-ból, tehát folyamatosan fejlődik a műsor. Szóval van azért természetesen még más jelenleg is zajló bajnokság, és hát nem tudom, hogy amikor az a rosszabb be, amikor a nagy vereségek után lógatjuk a fejünket, vagy amikor mindig úgy kap ki egy csapat, hogy azt érezzük, hogy hát most már tényleg, ez már nem rajtunk múlt, ez már csak a bal szerencse, ez már csak a sors. Itt már tényleg nekünk kéne egyszer nyerni. A hokisok ugye az Salzburggal játszanak zsinórban, és egymás után kapják az egygólos vereségeket, olyanokat, amikor vezetnek, olyanokat, amikor hosszabbításban dől el a mérkőzés, de mindig azt az átkozott egy gólt az ellenfél üti. Múlt héten beszéltünk itt, hogy akár meg is lehet lepni, meg reménykedtünk, hogy talán az Salzburg pórul járhat azzal, hogy megint a volánt választotta. Hát nagyon úgy tűnik, és ez is majd az adás estéjére már lehet, hogy tájtalan lesz, hogy megint hiába reménykedtünk, hogy legalább egyszer az a nyomorult korong a kapuvasról nekünk pattanjon befelé. Jó lenne a siker, akkor hát is olyan. Vagy persze ezt is elintézhetjük azzal, hogy nem kell itt nagy csodákat várni, az Salzburg egy egyszerűen jobb csapat, csak nem annyival jobb, hogy itt nagy különbség. Valószínűleg ezek a választások azért nagyon komoly technika megellemzés lehet a háttérbe, hogy miért, és tényleg részletekig bontják ezt az egészet. Elég volt ránézni az eredményesről, hogy 8-szor vertek meg minket egymás után. Tehát nem domináltunk. Igen, tehát a statisztika is alapra valószínűleg ezt adta, de még mély elemzést is csináltak, hogy az a meglepetés ereje nem lesz benne, de hát pont ez az, hogy most Fehérvárról jó lenne most egy sportsiker, hogyha még a zászlós, ha jó úgymond a futball ilyen szereplése van, ez tényleg jó lenne, hogyha egy kicsit így lennének pozitív eredmények. A vezérke is azt fogalmazta meg a volánnál, hogy egy meccsen meg kéne verni a Salzburgot. Az lehet, hogy ma bekövetkezik, tehát akkor dobják a korongot, amikor ez a műsor adásba kerül, de az biztos, hogy azt a pici pluszt hozzá tudja tenni a Salzburg, és tulajdonképpen ez egyszerű is. A volánnál van egy játékos keret x 1000 euró, a Salzburgnál ez kettes szorzóval megy, onnantól kezdve ezért ez valahol predesztinál egy-egy csapatot, és el is dönti a nyitott kérdéseket. És még a sérülések, betegségek. Tehát azt a pici pluszt ezt a Salzburg igazából, ha nem számolják el magukat, mindenki ellen hozzá tudja tenni, hiszen a legkomolyabb költségvetéssel ők mennek. Azzal együtt én úgy gondolom, hogy nagyon tisztességesen helyt állt a volán, és visszatérve még a ránk váró tavaszra, a Vidi reményeink szerint benn marad, a hokisok lehet, hogy ma búcsúznak, de 3 nap múlva Salzburg egész biztosan. A kézisek gond nélkül bennmaradnak, akár még a 6. hely is elérhető. És itt van a kosárlabda, hogy amennyiben a kupa negyeddöntőjében mi tudunk nyerni az Arena Savariában a Arkonik Alba Fehérvár, akkor úgy gondolom az a csapat megmenti ezt a szezont fehérvári szempontból. Én úgy gondolom, hogy akkor a bajnokságban és a Magyar Kupában is ez nehezen lesz megállítható az egyesület. Jó, hát lehet ez a végszava a műsornak, hogy a kosarasokról beszélünk néhány mondatot, már csak azért is, mert valóban ugye 4 győzelemmel állnak most zsinórban. Hozzáteszem, ez 4 olyan meccs volt, amit egyébként szerintem Matthias Zollnerrel is illet volna megnyerni, más kérdés, hogy nem biztos, hogy sikerült volna. Biztos, hogy nem sikerült volna. Itt azért azt érzem, és akkor visszacsatolhatunk akár a mindenkori edzőváltásra, a Vidinél is, hogy maga a váltás jelentett nagyon sokat. Kiderülhet még persze a spanyol mesterről is, hogy egy mágus, és beírhatja magát a történelemkönyvbe, de a csapaton érezhető a felszabadultság, amivel azóta játszik. Ő volt a reális döntés, hiszen ismerte a klubot, szereti is, ebbe a városba jött, családot alapított, minden ide köti, külföldi rutinja is van, és a csapat elfogadja. Tehát az ember kimegy edzésre, Zollneré nem nagyon lehetett edzést látogatni, még az orvosnak sem, tehát voltak neki furcsa döntései. Itt most egy nagyon nyugalom szállta meg azt az egyesületet, ami érezhető a kispadon, a klubirodában, és valószínűleg ez is záloga a sikereknek. Tehát az ő kinevezése egyértelmű jó döntés volt. Mondom ezt akkor is, ha majd kétszer egymás után kikapunk, ami úgy gondolom nem fog bekövetkezni. Tehát én nagyon-nagyon bízom egy nagyon nagy szezonban. Nem tudsz egy olyan foci edzőt akkor? Ezért gondolkodtam is, nem. Hát volt már spanyol végül is, nem jártunk rosszul aki akkor, amikor éppen... Itt él, akik ismeri a klubban. Hát igen, és hát aztán jegyezzük meg, ugye a kosarasok ezzel a 4 győzelemmel most megint dobogóra kerültek. Van esély, hogy a 3. helyen zárják az alapszakasz, bár 3 kőkemény és nagyon nehéz meccs van hátra számukra, és hát nyilván az ellenfelek többi mérkőzés eredményétől is függ, hogy ez hogy sikerül. De hát bízunk benne, hogy mikor jövő héten beszélgetünk, akkor majd tényleg az lesz kilátásban, hogy akár egy jó fényes újabb győzelem után még jobban sikerüljön az alapszakasz hajrája. Köszönöm szépen a részvételt, és hát a kedves nézőktől azzal a
megjegyzéssel búcsúzom, hogy minden, amit elmondtunk, érvényes akkor is, ha esetleg történik valami, akár a futballban, akár a jégkorongban, amiről itt nem beszéltünk, vagy nem számítottunk. A jövő héten azt majd ugyanúgy kitárgyaljuk. Köszönöm szépen, és a figyelmet is, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.